Az újonc, azaz a 2003-ban született kardozók országos bajnokságán több mint 50-en léptek pástra a török-bálinti sportcsarnokban. Az NVSC szakágát három lány és három fiú képviselte. Pákai Béla lány tanítványai sporttörténelmet írtak, mivel a 9 csapat versenyében aranyérmet nyertek, így megszerezték a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vívósport első bajnoki címét. A reményeink jók voltak, mivel ugyanez a csapat, aki ezen a versenyen elindult, a tavalyi gyermek országos bajnokságon bronzérmet tudott szerezni, és úgy gondoltuk, hogy ezt legalább meg szeretnénk védeni, tartani ezt a helyezést, de ha lehet, akkor nyilván javítanánk. Így indultunk neki. Az egyéni versenyen már együtt Eszter jóvoltából nyertünk egy egyéni bronzérmet, ez úgy azért megadta a kezdő hangulatot, és másnap a csapatversenyen, mivel mind a három lány az egyéniben olyan jól szerepelt, hogy az első helyen voltunk kiemelve, igazából először egy könnyebb ellenfelet kaptunk, ők voltak a Kertváros, az egy nagyon sima szó volt, aztán jött a kettőbe jutásra a BVSC, ő a legerősebb csapat, azt lehet mondani, a legkomolyabb mezőnyt képviselik a versenyeken, és ott 45-44-re le tudtuk őket győzni, és az aranyéremért pedig az MTK-val vívtunk, az azt lehet mondani, hogy sima volt, végig vezettünk, 45-41-re nyertünk. Az egyéniben bronzérmes Együd Eszter a csapatverseny elődöntőjében befejező emberként 3-2 hátrányból fordítva vezette győzelemre a nyíregyházi együttest. A BVSC-vel vívtunk, és 45-44-re nyertünk, de úgy, hogy 44-41-re vezettek, és onnan hoztam fel. A korosztályánál egy évvel fiatalabb Nyíri Villő elmondta, hogy társaival nem csak a Páston alkotnak jó csapatot. Nagyon jó társaság, a közösség, sokat szoktunk beszélgetni, meg a lányokkal így találkozni, meg szeretjük Béla bácsit is. A csapat harmadik tagja szerint a korábbi eredményeiknek köszönhetően már tartanak tőlük az ellenfelek. Sokan félnek is tőlünk, mert viszonylag egész évben jó eredményeket értünk el, és az egyik kislánnyal a döntőben minden versenyen összekerültem, és nagyon jó asszókat is vívtunk, és az MTK-s edzők is se kedvelik, hogyha velük vívunk. A fiúk versenyében a Balc Dávid, Szántó Dávid, Varga Zalán összetételű együttes 17 csapat között a 7. helyen végzett. Mivel a fiúk fiatalabbak a korosztályuknál, a hétvégi budapesti gyermekbajnokságon is pástra lépnek, mégpedig edzőjük szerint az éremszerzés esélyével.